Enyingről költöztünk ide, és a költözés sok gondolatot vetett föl, ami lehet, hogy nektek is hasznos lehet. Úgy gondoltam, hogy egy ilyen magánjellegű lesz az indítás, hogy vannak, akik egész életüket ugyanazon a faluban, településen töltik le, vagy ugyanabban a házban is. Van egy ismerősöm, aki ott született, és nem hiszem, hogy már el fog költözni arról a helyről, ahol lakott, vagy lakik. Én nem is tudom, már összeszámoltam, de az életem folyamán olyan 9-10-11 költözést éltem meg, vagy a szüleim révén, vagy saját magunk már a saját családomban. És amikor az ember költözik, akkor sok olyan dolog van, amit nem is gondolt rá, hogy mi minden gyűlt föl a hosszú évek folyamán. És amikor válogatjuk azt, hogy mi az, amit tovább lehet vinni, vagy tovább kell vinni, vagy mi az, amit el lehet ajándékozni másoknak, mi az, ami eleve már szemét, és ki kell, hogy dobjunk. Állandóan mérlegelni kell azt, hogy mi az, amit semmiféleképpen, tehát mindenféleképpen tovább kell vinni. Iratok például, személyes emlékek, bizonyos tárgyak, amiket már nem lehet beszerezni, de még fontosak. Mi az, ami kell, de ugyan pótolható, és még kétesélyes, hogy mi történik vele. Mi az, amit oda kell valakinek ajándékozni, aki hasznosítani tudja, akár hőformájában, mondjuk elégetni, akár föl tudja használni, meg tudja javítani, lát benne fantáziát, hogy föl tudja használni valamilyen módon, vagy amit ki kell egy dobni, és kárnak és szemétnek kell ítélni. Hát így is összegyűlt két teherautóra való holmink, bútorok, berendezési tárgyak, stb. 3-4 utánfutónyi, és még ugyanennyi, amit már mint utánfutóra méretezve, amit hát el kellett, hogy ajándékozzunk. És ilyen válogatás mellett is még ilyen sok dolog megmaradt. Költözés közben jutott eszembe, hogy mi minden dologról kell lemondanunk az életben. Vannak olyan tárgyak, amiket egyszerűen nem lehet továbbvinni. És mégis maradtak olyan szerszámaim, olyan eszközeim, amit ott kellett, hogy hagyjunk még a házban, és megőrzésre ott maradt, amit egyszerűen most nem lehet elhelyezni. Voltatok-e már, akik költöztetek? Ugye néhányan is, milyen hosszú ideig tartott? Ráadásul nekünk sokkal súlyosabb volt amiatt, hogy ezt néhány hét alatt, egy hónapon belül kellett lebonyolítani, keresni másik helyet, ezeket átgondolni, és az lett volna jó, hogyha ideális esetben, hogyha találunk olyan helyet, ahova véglegesen, vagy legalábbis hosszú időre be tudunk rendezkedni. A feleségem azt mondta, igaz, ezt is mondta, hogy szoktam-e róla beszélni a ilyen alkalmakkor, de talán ezt megbocsátható, hogy amihez két évig nem nyúlunk hozzá, az minek van. Ugye azt el lehetne távolítani, de van azért sok olyan dolog, és legjobb lett volna, talán ha olyan emberek veszik meg, például oroszok, akik szeretik a fürdővárosokat és szeretnek fürdeni, hogy a berendezési tárgyaknak, tehát minden, ami ott van, kanál, villa, tehát minden, amit használunk, az ott marad, és nem kell nekik beszerezni, nem kell több ezer kilométer távolságról ezeket megszerezniük. És minden ott van, és azt mondta még a feleségem, hogy legjobb lenne egy bőrrendelésre, egy bankkártyával menni egy másik helyre, és akkor újat venni, és akkor új lappal kezdeni az életet. Hát ez nehéz megvalósítani. És arra gondoltam, hogy életünk folyamán sok olyan dolog van, amit le kell, hogy tegyünk. Esetleg munkák, amiket elvállaltunk, túlvállaltuk magunkat, és az egészségi állapotunk nem engedi meg, le kell, hogy tegyük. Csökkenteni kell, minimalizálni kell. Az egyéni adottságainknak megfelelően. És még nagyon sok olyan dolog marad, amit nem is tudjuk, hogy esetleg hátráltatnak bennünket abban, hogy előrébb mehessünk a keskeny úton. És eszembe jutott az is, hogy
Ellen White-nak van egy álma, amit szeretnék most felolvasni, biztosan ismeritek, de hogy képbe legyünk és hogy friss legyen, felolvasom. És ez a gondolat, amit a történet vagy álom, amit szeretnék felolvasni, kicsit átvezet bennünket arra a síkra, amivel jobb volna, hogyha tudnánk foglalkozni. Ez a rész megtalálható egyébként az Életünk és munkánk című könyvének a 28. fejezetében. A fejezet címe így szól, hogy Vándorlás a keskenyösvényen. Amikor 1868. augusztusában Battle Creekben voltam, azt álmodtam, hogy egy tömegben vagyok. Az összegyűltek egy része útra készülődött. Jól megrakott kocsikkal haladtunk az úton, amely hegyre vitt. Ennek az útnak az egyik oldalán mély szakadék volt, a másik oldalán egy magas, sima fal, amely olyan volt, mint a szobafalak, kemény és meszelt vakolata. Amikor tovább utaztunk, az út mindig keskenyebb és meredekebb lett. Kénytelenek voltunk egészen a falhoz lapulni, hogy a szakadékba ne essünk. Amikor ezt tettük, a lovakon lévő csomagok a falhoz nyomottak, és amelyek a mélységbe zuhantak. Tehát gondolom a ló hátáról lesúrlottak, és átfordultak, és utána le a mélységbe. Tovább lovagoltunk nagy félelemmel, hogy az út keskenyebb részeinél elveszítjük egyensúlyunkat, és lezuhanunk. Ilyenkor mindig, mintha egy kéz megfogta volna a gyeplőt, és átvezetett volna ezeken a veszélyes helyeken. Mikor az ösvény keskenyebb lett, felismertük, hogy a lovakon való utazás többé már nem biztonságos, és ott hagyva a lovakat, gyalog folytattuk utunkat libasorban, egymást nyomon követve. Ezen a helyen a tiszta, fehér fal tetejéről köteleket eresztettek le, amelyeket azonnal megragadtunk, hogy egyensúlyunkat fent tudjuk tartani. A továbbutazásnál ezek a kötelek velünk együtt haladtak. Az ösvény végül olyan keskeny lett, hogy arra meggyőződésre jutottunk, hogy a cipő nélkül biztonságosabban folytathatjuk útunkat. Levetettük cipőnket, és egy darabig csak nélkülük mentünk. Nem sokára elhatároztuk, hogy harisnya nélkül biztonságosabb lesz az út, ezeket is levetettük, és mezitláb mentünk tovább. Számomra úgy tűnik, mintha ez is egy költözés lenne. Sajnos nem azt írta Ellen White, hogy mindenki elindult ezen az úton, amely fölfelé vitt, a hegyre vitt, ami egyre keskenyebb és keskenyebb volt. Az összegyűltek egy része útra készülődött. Sajnos nem mindenki ment tovább. Úgy tűnik, minthogyha azt emelné ki Ellen White, vagyis ebből a részből az derül ki számomra, hogy fokozatosan a földi dolgokból egy-egy dolgot mindig le kellett hagyni. Nem volt szó arról, hogy a szekerekből mikor fogták ki a lovat, de keskenyedett az út. Fölszálltak a lovakra, és utána mentek tovább. Akkor, ahogy a lovak érezték, hogy keskenyedik az út, oda simultak a falhoz, és akkor a súrlódás levitte a csomagokat. Le kellett, hogy erről is szálljanak. Ott kellett, hogy hagyják a lovakat, és végül már mezitláb minden nélkül haladtak tovább ezek az emberek az úton. Én azt vettem észre, amit eddig tanultam, abból következtettem ki, hogy, és Ellen White is ír arról, hogy le kell tennünk bizonyos dolgokat. Költöznünk kell tovább. Ki kell költözni esetleg a városokból a faluk szélére, és lesznek olyan idők, amikor ott azt is el kell hagyni, és tanyákra kell menni, és eljön ez az utolsó költözési szakasz, amikor már barlangokba, hegyekbe, kukoricatáblába kell menni, mert nincs tovább, és nem mehet az ember, nem maradhat ott, mert az életébe kerülne. Akik még sohasem költözködtek, talán nehezebb elképzelni maguknak, hogy azokat a megszokott mindennapi tárgyaikat elhagyják, és tudom, hogy sokszor forintban nem kifejezhető az értékük, de mégis ragaszkodunk hozzájuk.
Eszembe jutott egy vers, amelyet Radnóti Miklós írt. Ez a címe, hogy nem tudhatom. Talán néhányak ismerik is. Ennek egy részét szeretném csak felolvasni, a bevezető szakaszt. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent, nekem szülőhazánk itt lángoktól ölert kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyöngy ága, s remélem testem is e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha a lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. Radnóti, amikor ezt írta, akkor gondolom eszébe juthatott az, hogy nem olyan rózsás a helyzete, mint bármelyik más állampolgári itt Magyarországon, hiszen nem sokára elvitték kényszermunkára, és meg is halt az úton. És valahogy ő is ragaszkodott ahhoz a tájhoz, emberekhez, házakhoz. Később leírja, hogy messziről, repülőgépről csak térkép a táj. És talán ezt igazolni is tudjuk azzal, hogy a interneten Google Maps-be, vagy Google Earth-be, ha fölmegyünk, akkor a térkép, látjuk az utakat, de messziről nem látható az a kő sem, ahol babonaságképpen rálépett, hogy aznap ne feleljen az iskolában. És mindent úgy körülvette a megszokott állandóság, de valahogy ezeket egy idő után a körülmények hatására el kell, hogy hagyjuk. És azt mondtam, hogy akik nem költöztek, azoknak talán nehezebb. De hogyha fölkészítjük magunkat arra, hogy vándorolni kell, hogy idegenek és vándorok vagyunk ezen a világon, akkor talán könnyebb lesz, és könnyebb lesz az, hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, és hova igyekszünk tovább menni. Ha tehát a tovább költözésről gondolkozunk, vagy ez jut eszünkbe, vagy ezzel találjuk szembe magunkat, akkor gondoljunk arra, hogy ne hallgassunk a szívünkre. Én is sok tárgyat szívesen megtartottam volna. Biztos, hogy később, legalábbis úgy gondolom, de mondjuk 2 évig én sem nyúltam hozzá, valamihez talán 12 évig sem, hogy azt később majd tudom hasznosítani. Mire lehetne még jó? De el kell gondolkoznunk azon, arról, hogy ne a szívünkre hallgassunk, hanem az eszünkre. Mire keresztelkedtem meg, mire keresztelkedtünk meg? Mi a mi hitünk, és mi a mi hitünknek a célja? Nekünk tovább kell menni jelenlegi helyünkről, mondom itt most, albérletben nem maradhatunk sokáig. Jó lenne egy saját valami, egy ház, egy telep, vagy bármi, amit hosszabb időre magunkénak mondhatjuk. Nem kell, hogy nagy, éppen csak annyi, amennyire szükségünk van. Tudjuk azt, hogy nem kell nagy ház, hiszen előbb vagy utóbb talán ketten maradunk, és nem tudjuk még, hogy alakul, tehát nem egy olyan túl nagy. És amikor ezekről gondolkoztam, akkor eszembe jutottak bibliai igék is, méghozzá a következő. Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 14. vers, amely azt mondja nekünk Pál apostol szavain keresztül Isten, hogy mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. És Zsidókhoz írt levél 10.-11. fejezetéhez többször vissza fogok térni. Kinyithatjuk itt a Bibliánkat, és tehetünk ide egy jelzőt. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 13. verstől olvasom a 16-ig. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek, és hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódnak, tudnélik mennyei után,
Azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost. És akkor kijavítom magamnak is a 11. fejezetet. És akkor szeretném továbbolvasni Ellenvágynak az álmát. És nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen ez a szakasz az én értelmezésem szerint arról szólt, hogy milyen földi dolgokat kell, hogy letegyünk, és nézzük meg azt, hogy mi az, aminek meg kell erősödni a vándorlás során. Említette az eddigi szakasz is, hogy kötelek lógtak le, és ezt megfogták, hogy segítse őket az egyensúlyuk megtartásában, és próbáljuk meg ezt is megfigyelni, hogy vajon a kötélnek mi a jelkép, tehát a kötél mit jelképez, és mi lehet a jelentése. Most azokra gondoltuk, akik nem szokták meg a fáradalmakat és nehézségeket. Hol lehettek ezek? Nem voltak közöttünk. Minden változásnál visszamaradtak egyesek, és csak azok maradtak velünk, akik hozzászoktak a teherbíráshoz. Az út nehézségei még inkább sarkalta őket, hogy a végét elérhessék. Mindig nagyobb lett a veszély, hogy az útról leessünk. Egészen a falhoz lapultunk, de az ösvény oly keskeny volt, hogy lábainkat sem tudtuk teljesen ráhelyezni. Ekkor majdnem teljesen a köteleken csüngtünk, és így kiáltottunk. Fenntartanak bennünket. Az egész csapat ezeket a szavakat mondta, megborzadtunk, amikor a vigalomnak és kettelenségnek a hangjai a mélyből fülünkhez jutottak. Hallottuk az istentelen átkokat, a durva tréfákat, a közönséges bűnös dolgokat. Hallottuk a népzenét és a hangos nevetést átokkal és panaszokkal vegyülve, és most még jobban ügyeltünk arra, hogy a keskeny ösvényen maradjunk. Többnyire kénytelenek voltunk teljes súlyunkkal a köteleken lógni, amelyek állandóan vastagabbak lettek. Láttam, hogy a szép fehér fal vérfoltos. Bánat lopózott a szívünkben, hogy a falat vérfoltosan láttuk. Ez az érzés azonban csak egy szempillantásig tartott, mivel nem sokára azt gondoltam, hogy ennek így kell lenni. Azok, akik követnek minket, erről tudják meg, hogy mások már mentek ezen a keskeny, nehéz úton, és a célt elérik. Majd, ha mások is képesek voltak tovább menni, ők is meg tudják ezt tenni. Fájó lábukból kiserken a vér, nem fognak elbátortalanodni, hanem tudják, látva a falon a vért, hogy mások ugyanezt a fájdalmat elviselték. Végül egy nagy szakadékhoz értünk, ahol ösvényünk véget ért. Nem volt semmi, amire lábunkat helyeztük volna. Csak a kötelekre bízhattuk magunkat, amelyek közben test nagyságúak lettek, egy ideig megzavarodtunk és szükségbe jutottunk. Megrémülve, suttogva kérdeztük, mi van, mire van a kötél erősítve? A férjem előttem volt. Nagy verejték cseppek hullottak homlokáról, nyakán és homlokán az erek kétszerte jobban kidagadtak, mint máskor, és ajkait elnyomott, kínos nyögések hagyták el. A verejték hult az arcomról, és olyan kint éltem, amelyet még soha. Borzalmas harc előtt álltunk. Ha itt elbukunk, akkor az eddigi utunk minden nehézségeit hiába szenvedtük el. Előttünk a szakadék, másik oldalán egy körülbelül hatszolos, fűvel benőtt szép rét volt. Hatszol talán nem tudjuk ezt, 15 centit körülbelül, tehát egy szép zöld füves rétet láttak. Nem láttam napot, azonban világos, szelíd sugarai aranyhoz és ezüsthöz hasonló fénnyel árasztották el a rétet. Semmi földi dolog nem hasonlított szépségében és dicsőségében a mezőhöz. De átjutunk-e?
Ez volt a rettenetes kérdés. Ha a kötél elszakad, elvesztünk. Újra nyomasztó félelemmel suttogtuk e szavakat. Ki tartja a kötelet? Egy pillanatig vonakodtunk előre menni. Azután így kiáltottunk. Egyetlen reményünket a kötélbe helyezzük. Az egész úton tőle függtünk. Nem fog minket most sem elhagyni. Azonban még mindig tétováztunk, és nagy szükségben szenvedtünk. Azután e szavakat hallottuk. Isten tartja a kötelet. Nem kell félnünk. Ezeket a szavakat mögöttünk levők ismételték és hozzáfűzték, ő nem fog bennünket most sem elhagyni. Ő hozott eddig is biztonságban. Ezután férjem átlendült a szakadék fölött egy szép rétre. Én azonnal követtem. Ó, a megkönnyebbülés és a hála milyen érzése töltötte be szívünket Isten iránt. Hallottam, amint győzelmesen hangzott az Isten dicsőítése. Boldog voltam, teljesen boldog. Talán megkérdezhetem akkor azt, hogy a kötél vajon mit jelképezett. Ugye talán a bevezetőinek is engedett bennünket arra gondolni, hogy Jákob hogyan kellett, hogy elmeneküljön otthon, és álmában látta a létrát, itt Ellen White látta a köteleket, amelyek egy kapcsolatot jelentenek föld és a menny között. Én emiatt úgy gondolom, hogy ez a kötél jelképezte azt, hogy Jézus Krisztus az, aki a kapcsolatot fenntartja Isten és az emberek között. De a kötélről még egy fontos dolog is elhangzott. Vékony volt a kötél, de vastagodott, és egészen egy ember derék vastagságúra növekedett. Vajon mi volt az, ami megnövelte ezt a kötelet, és erősítette a hit? Igen. Hogy mennyire hittek ezek az emberek? Akik nem mentek tovább, azoknak a kötelük maradt ugyanolyan vastag, amilyen volt, ki tudja, milyen állomáson hagyták ott, vagy fejezték be az útjukat, és lehet, hogy visszavékonyodott az a kötél, vagy talán el is tűnt, fölhúzták a mennybe. Ha számunkra is elérkezik ez az idő, hogy költözni kell, akkor ne ragaszkodjunk a földi tárgyakhoz, emberekhez, és ugyanúgy, mint ahogy ez a menet haladt előre, ugyanígy haladhatunk mi is a keskeny úton. Nem tudom azt, hogy hogyan élünk ezen a földön. Ahogy telik az idő, akkor nem lehet, hogy nem csak a magamnak a saját észrevételemet mondom, hanem én úgy látom, hogy egyre nehezebb és egyre rosszabb minden körülményt figyelembe véve ez az élet a Földön. Hát ahogy idősödünk, haladunk előre, egyre több betegségünk jön elő, egyre több gyógyszert kell szedni, egyre nehezebb a környezeti dolgokkal megbirkózni, nehezebb már kimenni a kertbe, megkapálni a növényeket, nehezebb akár bicikléről ülni. Tehát minden olyan, a változások is, én úgy vettem észre, hogy amik történnek az életemben tőlem függetlenül, azok nem jobbak, hanem inkább rosszabbak lesznek. Sokkal több rossz momentuma van, mint jó. És emiatt gondolom azt, hogy a politikai változások, a gazdasági nehézségek, az éghajlatváltozása, hőség, és hiába nézik az időjárás jelentést, ez csak folytatódik. És azt mondta Pál apostol, és teljesen igazat adok annak, amit olvashatunk a Korintusi második levél 5. fejezet 8. versében, bizodalmunk pedig van. Ezért inkább szeretnék kiköltözni a testből, és elköltözni az Úrhoz. És egy idő után érezte azt a római börtönben vagy fogság alatt, hogy számára is elközelített az az idő, amit Timóteusi második levélben olvashatunk, és azért írta ezt a levelet Timóteusnak, hogy hát ha a hosszú út alatt nem ír oda, és ezeket a gondolatokat lejegyezte számára, hogy meglegyenek.
mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. És nem tudom, hogy hogyan gondolkozunk arról, hogy már nekünk is talán egyszer vége lesz az életünknek, hogy hogyan gondolkozunk arról, hogy vagy egyáltalán gondolkoztunk-e arról, hogy egyszer itt kell, hogy hagyjuk a Földet valamilyen formában. Mi bízunk abban, mert adventisták vagyunk, hogy Jézus minél hamarabb visszajön, és még élve megláthatjuk azt, és nem kell ezen a folyamaton átmennünk. Elközelített számára az idő. És ha elközelít a mi számunkra, amikor költözni kell, én úgy gondolom, hogy már nem kell, vagy nem szabad mérlegelnünk azt, hogy mi az, amit ott hagyunk, és mi az, amit vihetnénk magunkkal. De tudjuk azt, hogy ahogy jöttünk erre a világra, úgy megyünk el innen, semmit sem vihetünk ki abból. És akkor mi az, amit, tehát tárgyakat nem vihetünk magunkkal, de mi az, ami magunkkal jön velünk, ami követ bennünket? A jellemünk és az emlékeink. Én úgy gondolom, ez a kettő, hiszen emlékezni fogunk arra az Újföldön is, ami történt. Ez a kettő. És az örökké valóságban a jellemünk továbbfejlődik, az emlékeink pedig elhalványodnak. Érdekes az, hogy akik voltak katonák, nem olyan sokat látok közöttünk. Egy idő után ezek az emlékek, amik ott történtek, igaz, hogy rossz volt és nem szeretnénk, de valahogy a jobb emlékek maradnak meg. De meddig maradnak meg az Újföldön az emlékek? Én úgy gondolom, nem sokáig. Ugye mondtam azt, hogy... Úgy van írva, hogy még csak évbe sem. Igen. Ezt az igét szerettem volna felolvasni, hogy amit Ézsaiás könyve 65. fejezet 17. versében olvasunk, hogy ugye az 1000 év, amikor lejár, akkor utána addig mindent megnéztünk, legalábbis reméljük, hogy ott leszünk, mindent megnéztünk, ami a földi történelemmel kapcsolatos, minden embernek az életét áttekintettük, aki nem kerül oda a mennyországba, és onnantól kezdve az emlékeket nem használjuk tovább. Mondtam azt, hogy 2 éven túl, amihez nem nyúlunk hozzá, arra nincs szükségünk. És azok az emlékek, amikre nincs szükségünk, azok szerintem elvesznek. Lehet, hogy eszünkbe jutnak, de minek? Hiszen minden rossz, tehát csak rosszak kötődnének hozzá, rossz emlékek, onnan a mi földi világunk, és amik itt jók, még azok is rosszaknak tűnhetnek. Ézsaiás könyve 65. fejezet 17. verse tehát így hangzik, mert ímé új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Talán még visszatérnék arra az álomra, amit felolvastam, nem tudom, hogy mennyire ismertétek, vagy nem, hogy két részre lehetett itt is, két részre bontottam, az egyik az, amikor a fizikai dolgokat vetjük le, és hagyjuk el akár gondolatban, és fölkészítjük magunkat, hogyha menni kell, menekülni kell, akkor ezt itt fogom hagyni. Akkor már úgysem számít minden. A második dolog, amiben erősödni kell, amit föl kell venni, és amiben gazdagodni kell, az pedig a hit. És úgy láttuk a kötélből is, hogy ahogy haladtak tovább, egyre vastagabb és vastagabbá váltak, egyre könnyebben meg tudtak fogockodni, és talán tornaórán nem végszünk arra, hogy az a kötél, a mászókötél az nem vékony volt, mint az ujjunk, hanem vastag és jól meg lehetett markolni. És ugyanúgy az a kötél, amin Ellen White átrendült, és ő volt itt az álomban az első, aki átment a szakadékon, az már olyan volt, hogy át kellett ölelni. Rá kellett hagyatkozni teljesen, szinte egyik kellett válni azzal a kötéllel is. És bízni abban, hogy ezt a nagy, vastag, erős kötelet erősen tartják ott fönt, és ki tudja, hány mázsa lett a súly, és milyen magasan van rögzítve, de ez megtart bennünket.
És a levetkőzéssel kapcsolatban szeretnék néhány igét olvasni, Efézus beliekhez írt levél 4. fejezet 17. vers. Ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak, az ő elméjüknek hiába valóságában. Jakab apostol levelének első fejezet 21. verse a következőket mondja, elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelketeket. Ugye levetvén ezeket a rossz és visszatartó dolgokat, és felöltözvén, hiszen azt mondja a Biblia, hogy mezítelenül nem maradhat az ember, ha van egy kisöpört, felékesített ház, akkor oda valakinek be kell költöznie. Úgy nem maradhat üresen. Efézus beliekhez írt levél, ugyancsak 6. fejezet, 14-től 18-ig. És azt olvasok, hogy amikor levetjük és elhagyjuk ezeket a dolgokat, akkor valamit vegyünk magunkra. Jól ismert igék, olvasom. Efézus 6.14-től. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, felövezvén az igazságnak melvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az idves sisakját is fölvegyétek, a léleknek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádsága és könyörgéssel imádkozva minden időben lélek által, és ugyanezen dologban vigyázva minden álhatatossággal, könyörgéssel minden szentekért. És a Tesszalonikai levél 5. fejezet 8. vers is azt mondja, hogy vegyük föl, mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözzén a hitnek és szeretetnek melvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Én a mai gondolataimat a költözés köré próbáltam fölépíteni. A mondani valómat, és ezzel szeretnék lezárni, ezzel a gondolattal. Ábrahám, ő volt talán az első ilyen, aki önszántából költözött. Volt korábban még egy ember, vagy egy ember pár, akit nem önként jöttek ki az Édenből, hanem úgy kellett nekik, muszáj volt kijönni. Ábrahám költözése, Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8. versétől így hangzanak az igék. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet öröklendő volt, és kiment, nem tudván, hova megy. Az életutunkat nem látjuk előre, és nem tudjuk azt, hogy mi következik ránk. Talán jobb is. Nem tudjuk azt, hogy mennyi minden önnen kell még keresztül mennünk, és jobb az, hogy talán Ábrahám sem látta azt, hogy több ezer kilométert kell mennie, miken kell keresztül mennie, részben a saját hibájából és hitetlenségéből. De talán jó az, hogy mi sem tudjuk egészen a végcélt, hogy hol van, merre van, hány milliárd fényévnyire, melyik irányban még azt sem tudjuk. Ha fölfelézünk, akkor mindig úgy gondoljuk, hogy arra van a mennyország. De nem tudjuk mi sem, hogy hova megyünk. Folytatom tovább. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várja vala az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Mi sem tudjuk azt, hogy mikor jön el Jézus. Talán jobb is, ha úgy gondoljuk, mert ha sok idő múlva, akkor az a baj, ha rövid idő múlva, akkor megint az lehet a probléma.
Nem tudjuk sem az idejét, sem a helyét, sem a távolságát, még óráját sem, évét sem, de a 10. vers szerint, és én ezzel szeretnék azonosulni, és titeket is ezzel azonosítani, hogy várjuk az alapokkal bíró várost. Ezek az emberek, olvassuk a későbbiekben, tehát utána következő versekben, hogyha volt volna idejük, akkor visszatértek volna, de nem jutott eszükbe. És nem gondoltak arra, hogy bármikor is visszamenjenek Úrvárosába. És nekünk is arra kell gondolnunk, hogy nem tudjuk, mennyire válik keskeny az út, nem tudjuk, mennyire válik véressé, vagy ilyen... De látjuk azt, hogy előttünk mentek, jártak, és a legfőbb, aki kitaposta számunkra az utat, az Jézus Krisztus volt. És hogyha látjuk a bennünket körülvevő bűnt, igazságtalanságot, nehézséget, kegyetlenséget, bűnt, akkor mi is úgy gondoljuk, hogy kívánunk elmenni, és mindenkor Istennel lenni. Elköltözni, kiköltözni Istenhez. Én kívánom mindannyiunknak azt, hogy a keskeny úton végig tudjunk jutni, megfogva a kötelet, át tudjunk lendülni az örökké valóságban. Adja meg ezt számunkra az Úr, az ő kegyelme által. Amen.